Jó estét kívánok! Május 27-én köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek Hétkor című közéleti magazin műsorát látják. Az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseiről készített tudósításokkal, ajánlókkal és helyi vonatkozású sporthírekkel jelentkezünk. Elsőként következzen a mai adásunk képes tartalomjegyzéke. Az önkormányzati cégek mérlegbeszámolóit egyhangú döntéssel fogadták el a májusi testületi ülésen. A helyi önkormányzat működésével ismerkedett Cseh testvérvárosunk delegációja Sárváron. Az ápolók nemzetközi napja alkalmából rendezett ünnepséget a Sárvári járási hivatal a Városháza nagytermében. Mozgás, művészet, lélek címmel nyílt meg a Sárvári Csicsergő óvodában Vince András fotókiállítása. Június 2-án és 3-án 10. alkalommal rendeznek országos mazolett fesztivált városunkban. A Postatér lett a helyszíne az idei 5. Flex Futasárvár Brunasárvár Futó és Görkorcsolya Fesztiválnak. A Sárvári Nádasdy Tamás általános iskola csapata lett a Kerékpáros Iskola Kupa országos bajnoka. A Sárvár FC a legutóbbi fordulóban a Gyirmót ellen Zsinórban a 4. győzelmét aratta. Óvi sportbajnokságot rendezett a Sárvári Csicsergő óvoda 3 csapat részvételével. Kedden tartotta soros ülését a Sárvári Képviselőtestület. A nyilvános részben 24 napirendet tárgyaltak a képviselők. Az önkormányzati cégek mérlegbeszámolóit egyhangú döntéssel fogadták el, és módosították az önkormányzat idei költségvetését is. A májusi testületi ülésen köszöntötte Bugovics Imrét, a Sárvári Polgármesteri Hivatal nyugalmazott főtanácsosát, Kondora István polgármester abból az alkalomból, hogy gyémánt oklevelet kapott. Bugovics Imre okleveles tanító, aki a kőszegi tanítóképzőben 1957. július 9-én vehette át oklevelét. 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységét elismerte egykori iskolája jogutódja. Ennek bizonyságául állított ki gyémánt oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevében annak lektora. Az elismeréshez dr. Szijjártó Valéria címzetes főjegyző és Márti Vadar alpolgármester is gratulált Bugovics Imrének. Fekete Géza, sárvári kapitányságvezető és dr. Tiborcz János, megyei rendőrfőkapitány, Sárvár közbiztonságának helyzetéről és az azzal kapcsolatban tett intézkedésekről számolt be az ülésen. Sárvár térségében tavaly 589 bűncselekmény történt, amely 4,5%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Tavaly sem emberölés, sem rablás, sem kifosztás nem történt a területünkön. A rendőrség továbbra is kiemelt hangsúlyt fektet a lakosság biztonságérzetének fenntartására, a közbiztonság megőrzésére. Sárvári rendőrség egy kivételezett helyzetben van, mert a bűncselekmények számát, illetve a felderítés hatékonyságát is figyelembe véve nagyon jó eredményeket produkál. Én az elmúlt időszakban, sőt az elmúlt években rendszeresen a helyi rendőrség, illetve a megyei rendőrkapitányság beszámolói mindig ott vagyok, és szinte kiemelik a sárvári kapitányságnak a munkálát, már mind a közrend közbiztonság területén, mind a felderítési mutatókat illetően nagyon jó pozícióban vannak. Hát a rendőreink félnek is, hogyha az egyikében nagyon jó eredményt érnek el, hogy akkor a következőben ez hogyan fog romlani, de szerencsére nem romlott ebben az évben sem, sőt azt kell mondani, hogy egy olyan stabil közbiztonságot tudunk magunkénak, ami gazdasági erőforrásként is értelmezhető. Hogy minek köszönhető ez? Két nagyon fontos bázisa van a biztonságunknak. Egyrészt a rendőrség és a őket segítő polgárőrségnek a munkája mindenképpen beletartozik. A másik oldalon pedig a sárváriak azért jogkövető magatartást tanúsítanak, illetve egy olyan polgári attitűd van azért jelen a városban, hogy az ideérkező turistáknak a döntő többsége is ezt a jogkövető magatartást tanúsítja, és aki meg rossz szándékkal van, arra meg figyelünk. És hogyan figyelünk? Az egyik, hogy élő erővel, a másik pedig
hogy olyan technikákat is bevetünk most már a közlekedés biztonság szempontjából a telepített kamerarendszer, de nem csak a közlekedés biztonságát, hanem a közbiztonság egyéb részét nyomon tudják követni ezek a kamerák, amelyek szerintem ezt a hatást együtt tudják adni. Tehát az emberi erőforrások az egyik oldalról, a másik oldalról pedig a technikai fejlődés. Egyet ki kell ma emelnem, hogy külön megköszönjem a rendőrségnek, mert nem csak a sárvári közbiztonságba teljesítenek ők nagy erőkkel, hanem bizony a déli határra is levezénylik őket, és ahogy kapitány úr mondta, innen mondjuk 200-300 kilométerre folyamatos üzemben dolgoznak, elég fáradtak, nagyon sok túlórát kell nekik teljesíteni, tehát a sárvári polgároknak a megértését abban kérem, hogyha nem mindig látnak rendőrt az utcán, az nem azért van, mert nem, nincs annyi rendőr, hanem azért van, mert egy váltásban kell nekik dolgozni, és ha nincs is a rendőr az utcán, mi pontosan tudjuk, hogy mi történik a városban. A közterületi térfigyelőrendszer kezelésével és működtetésével összefüggésben a sárvári önkormányzat a Vasmegyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködési megállapodást kötött. Az elmúlt években gyűjtöttünk a közbiztonsági közalapítványnál körülbelül 16 millió forintot, és amikor ezt az alapítványt meg kellett szüntetni jogszabály erejénél fogva, akkor az volt a feltétel, hogy ezt olyan célra fordítsuk, ami az alapítvány eredeti céljai között megvolt, és tekintettel arra, hogy a közbiztonság volt az egyik fő célja ennek az alapítványnak, nyilván a technikai fejlesztésre tudtuk a legcélszerűbben folytatni, egy kis saját erővel kiegészítve aztán kiegészült így. Azt gondolom, hogy ez a technikai fejlesztés és a működtetése biztos, hogy meg fog látszódni majd a következő években a helyi közbiztonság alakulásán is. Elfogadták az önkormányzati cégek mérlegbeszámolóit. Mind a négy KFT esetében egyhangú döntéssel hozott határozatot a testület. Módosították az önkormányzat 2017. évi költségvetését és a fiatal házasok otthona fenntartásáról és működéséről szóló rendeletet is. A jövőben 6 évre szólhat ez a lakásbérleti viszony, és a jogosultsági korhatárt felemelték 40 évre. Módosították továbbá a településrendezési eszközöket is. Személyi döntés is született az ülésen. 2017. augusztus 1-től Darázsné Horváth Kornéliát bízták meg a sárvári vármeléki óvoda vezetésével 5 év időtartamra. Az önkormányzat idén is meghirdette a Virágos Sárvárért környezetszépítő versenyt. A cél, hogy az önkormányzat támogassa és ösztönözze a város lakosságának és a településen működő vállalkozásoknak a szép, gondozott és virágos környezet kialakítása érdekében végzett tevékenységét, mondta dr. Szijjártó Valéria címzetes főjegyző a testületi ülésen. Idén is két fő kategória lesz, lakossági és vállalkozói. A lakossági kategóriában keresik a legvirágosabb erkélyt és udvart is. A helyi önkormányzat működésével ismerkedett cseh testvérvárosunk delegációja Sárváron. A Stanislav Blaha, Uherské Hradiště polgármestere vezetésével érkezett 20 fős delegációt az ottani polgármesteri hivatal munkatársai alkották. 5 éve vált hivatalossá Sárvár és cseh partner településünk kapcsolata. Az eltelt időben egyre szélesedik a két testvérváros együttműködése. A mostani közigazgatási küldöttséget Kondora István polgármester köszöntötte a Nádasdivár dísztermében május 18-án. A várossal való ismerkedés mellett dr. Szijjártó Valéria címzetes főjegyző adott tájékoztatást a sárvári önkormányzati hivatal működéséről. A két testvérváros polgármesterei bíznak abban, hogy ez a mostani találkozás is hozzájárul a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítéséhez. Sárvár külkapcsolatainak aktivitását jelzi, hogy szinte havi rendszerességgel utaznak és érkeznek egymáshoz a delegációk. Testvérvárosi kapcsolataink ilyen két heti vagy havi rendszerességgel élednek újjá, illetve valamilyen program mindig van, főképp ebben a nyári időszakban, nyári-őszi időszakban. A csehekkel most éppen egy kirándulás is, de munkalátogatás is lenne, hiszen eljöttek a hivatalból azok, akik a hivatali munkát vezénylik,
és szeretnének megismerkedni a sárvári hivatal munkájával, mégpedig úgy, hogy a jegyzőasszony egy demonstrációt, illetve egy bemutató prezentációt fog tartani. Emellett természetesen marad idő arra is, hogy kötetlenül tudjunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy a testvérvárosi kapcsolatok egyre inkább azt a szintet próbálják megcélozni, hogy nem a vezetők járnak egymáshoz kisebb küldöttségekkel, hanem a társadalom különböző csoportjai, akár a hivatal dolgozói, akár az óvodából, akár valamelyik sportesemény kapcsán találkozunk. Tehát én úgy látom, hogy ennek egy ilyen természetes színvonala kezd kialakulni. A város számára a meglévő testvérvárosi kapcsolatok még szorosabbá tétele a cél. Új hivatalos partnerség keresése nincs a napirenden. Egyelőre nem vagyok híve annak, hogy bővítsük ezt a kapcsolatrendszert. Ezeket szeretnénk stabilizálni, elmélyíteni, új programokat kitalálni. Talán egyetlen egy ága van még, amit úgy szívesen ápolunk. Most június közepén a Tinodi Gimnáziumnak egy közössége, egy diák közössége fog Lendvára elmenni, és a lendvai kapcsolatoknak ez egyfajta kiépülését és megerősödését mutatja ez a program. Stanislav Blaha szerint fontos az egyre szorosabbá váló uniós kapcsolatokon belül is a működési tapasztalatok cseréje helyi szinten is. Tak mi navazujeme tou návštěvou na návštěvu, která proběhla v loňském roce. Most viszonozzuk azt a tavalyi kirándulást, amit a sárvári önkormányzat tett nálunk. Azt gondolom, hogy mivel az Európai Unión belül vagyunk, és a jogok és a lehetőségek is egyre inkább közelítenek egymáshoz, a sárvári önkormányzat és a hivatal működését érdemes megismernünk, és a jó tapasztalatokat átvennünk. Az EU-n belül a közép-európai együttműködés történelmi hagyománya a jövő alapját is alkotja. Azt gondolom, hogy a visegrádi négyeknek abban ma jelent, hogy közös a történelmünk, így ugyanazokat a történelmi eseményeket élhettük át. A négy ország együtt erőteljesebben és határozottabban tud fellépni az Európai Unión belül is. Ebben látom az együttműködés lényegét, hogy ha többen vagyunk, többre megyünk. Az információ csere azért is fontos, hogy az uniós támogatások jól hasznosuljanak térségünkben. Több projektünk is folyamatban van, ezek egyrészt saját finanszírozású projektek, de ugyanakkor próbálkozunk az Európai Uniós pénzeket is lehívni. Sajnos most Csehországban az Európai Uniótól kapható támogatások elakadtak, ugyanis történtek visszaélések országos szinten. De tudni kell azt, hogy Uherské Hradiště a mi régiónknak mindig is nagyon fontos központi része volt, mind a sport, mind a kultúra tekintetében. Ezért igyekszünk a környékre látogatóknak az érdeklődését fenntartani, amihez mindig újabb és újabb fejlesztések szükségesek. Ezeket próbáljuk most megvalósítani. Az együttműködés kulturális területen is tovább mélyül. A művészeti csoportok látogatásai mellett ősszel kerül sor Jiří Vlach sárvári kiállítását viszonozandó, az idén 60 esztendős Kondor János festőművész, a Művelődési Központ igazgatójának Uherské Hradištěi kiállításának ünnepélyes megnyitójára. Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepséget a sárvári járási hivatal a Városháza nagytermében. A rendezvényen elismerések átadására is sor került. Az alapellátásban és a szociális ellátásban dolgozó asszisztenseket és ápolókat köszöntötték a Városházán az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. A rendezvény szervező sárvári járási hivatal népegészségügyi osztályának vezetője dr. Vechter Walter köszöntőjében személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal, akik között a celgömölki és a sárvári járásokban tevékenykedő egészségügyi dolgozók foglaltak helyet. Fontos, hogy szót ejtsünk róluk a szürke hétköznapokban. Úgy gondolom kevés figyelem éri őket, miközben nagyon fontos az ő munkájuk, tulajdonképpen nélkülözhetetlenek ők az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás rendszerében, és megérdemlik az elismerést, megérdemlik az ünneplést. Az Ápolók Nemzetközi Napja Florence Nightingale brit ápolónő születésnapja. 1820-ban, május 12-én született. A krími háborúban lett híres azzal, hogy önkéntes ápolónőket toborzott, mentett, ápolta a sebesülteket, később pedig ápolónőképzőiskolát alapított. Megjegyezném, hogy van már Magyar Ápolók Napja is 3 éve.
Ez 2014-ben az országgyűlés február 19-ét nyilvánította a magyar ápolók napjává. Ez Kossuth Zsuzsának a születésnapja, aki pedig a magyar ápolás szakmát teremtette meg a szabadságharc időszakában. Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője arra emlékeztetett, hogy a kormány az utóbbi években sokat tett az ápolók megbecsüléséért, hiszen az elmúlt 5 évben átlagosan 84 ezer forinttal nőtt az ápolók bére, és az egészségügyben dolgozók több lépcsős béremelése folytatódik. Gecse József, a Cerdömölki járás vezetője köszönetet mondott az ápolók és asszisztensek áldozatos munkájáért. Az ünnepséget Kondora István polgármester is megtisztelte jelenlétével, aki kiemelte. Optimizmusra ad okot, hogy Sárvár most nyert 150 millió forintot a gondozási és családsegítő központ korszerűsítésére. Hát Sárvár szerencsére még jó helyzetben van, ha figyelembe veszem, hogy van gyermekorvosunk, van körzeti orvosunk, házi orvosunk, a szociális ellátás területén minden nagyjából rendben van, sőt most, hogy pályázatot nyertünk, most azt is kell mondanom, hogy optimisták vagyunk, hogy a következő időszakban is rendben lesz. Az elmúlt időszakban én egyébként voltam a kórházban, köszöntöttem az ápolónőket, és azt gondolom, hogy itt a járási hivatal által szervezett ünnepségen, ahol a sárvári meg a celi ápolónőket fogjuk köszönteni, a legnehezebb munkát végzőknek mondunk köszönetet tulajdonképpen, akik éjjel-nappal mindig ott vannak, ahol ott kell lenni, és szerintem ez azt jelenti, hogy a társadalom rajtunk keresztül egy picit közvetíti azt a fajta köszönetét, amelyet mindenki nem tud kifejezni természetesen, amikor ott van egy ilyen helyzetben. Nagyon nehéz munkát végeznek, és nagyon megérdemlik a köszönetet. Az ünnepség végén elismerések átadására került sor az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. Mozgás, művészet, lélek címmel nyílt meg a Sárvári Csicsergő óvodában Vince András fotókiállítása. A Vöröskeresztes Bázisnap kísérő programjaként nyílt meg a Sárvári Fotós tárlata. A megjelenteket Stíber Józsefné óvodavezető köszöntötte, méltatva Vince András munkáját, mellyel hosszú évek óta fotózza az óvoda rendezvényein a gyerekeket. A kiállítást Fábián Gábor, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöke nyitotta meg. Kibővítve az Óvi Galériában látható képek témáinak sorát az értelmi fogyatékossággal élő emberekről készült fotókkal. Vince András Fábián Gáborral együtt dolgozva kezdte el komolyabban ismét a fotózást, és jutottak el az értelmi fogyatékos emberek kintről nézve zárt világának bemutatásáig. Az ő művészi tevékenységük ábrázolása adja a tárlat másik fővonalát. Vince Andrásnak már fiatalon volt fényképezőgép a kezében, de a szenvedély kiteljesedését a digitális technika hozta el. Már gyermekkoromban, ugye utitás fényképezőgéppel, ami még mai napig üzemel, de igazából a 90-es években kezdtünk el vele foglalkozni. Fábián Gábor barátommal, akivel munkatársak voltunk, és munkahelyi szabadidős időket kihasználva kezdtünk el amatőr fotózással foglalkozni, és akkor későbbiek során már ismerősöknek, barátoknak, rokonságban, és aztán később jött az, hogy már hivatásszerűen űzzük ezt a dolgot. A mostani első önálló tárlatának anyaga több mint 5 év terméséből ad válogatást. 2010-es évek elejétől, amikor elkezdtem ide járni a Sárvári Csicsergő oldalba, portrézni, pillanatképeket elkapni, és aztán innen az a vezető ötlete alapján jött a kiállítás szóba, amit ezúton is köszönök neki, mert igazából ő forszírozta ezt a dolgot, és ő ajánlotta fel ezt a kis galériát, és az ő ötlete alapján jött létre. Ő szeretett volna nagyobb témát körbeölelni, én viszont egy kicsit leszűkítettem ezt így, még így is egy kicsit sokkal, mellett, hogy egy kicsit zavarosnak tűnik ez a három téma. De igazából ez ő ötlete volt, ő kiválogattuk a jó képeket többszörös szűréssel, és aztán jött a motto, igazából így a művészet, a mozgás és a lélek, ami ugye összeköti őket. Gyermekeket fotózni az egyik legnehezebb műfaj. Vince András esetében is időbe telt, míg ráérzett, pedig őt családi háttér is segítette ebben. Eleve családi köttetésen feleségem így dolgozik óvónőként,
Tehát itt a portréfotózás. Én jobban szeretek gyermekeket fotózni, most már valami szintén, mint felnőtteket. Sokkal jobban megfog az, az ő tisztaságot, ártatlanságuk, tekintetük. Sokkal jobb témákat lehet kihozni ebből szerintem, mint mondjuk egy felnőtt fotózásból. Tehát igazából hálás téma. A Csicsergő óviban kiállított gyermekportrékat és lélekemelő pillanatokat az óvoda nyitvatartási rendjében lehet megtekinteni hétköznaponként. 25 éves fennállásukat ünneplik idén a sárvári mazsorettek. Június 2-án és 3-án pedig 10. alkalommal rendeznek országos mazsorett fesztivált városunkban. Következzen egy előzetes a programról. A mazsorett ünnep június 2-án pénteken 15 órakor a Botforgatók Sója című rajzpályázat kiállításának megnyitójával veszi kezdetét a Nádasdivár házasságkötő termének előterében. A kiállítást megnyitja Pásztori Lajos festőművész. 18 óra 30-kor a Sárvári Mazsorett Együttes negyed évszázada című kiállítást a Nádasdivár Művelődési Központ és Könyvtár folyosóján Kondora István polgármester nyitja meg. A 10. Sárvári Országos Mazsorett Fesztivál június 3-án 15 órakor Mazsorett Show-val veszi kezdetét a Nádasdivár udvarán. A fesztivált megnyitja Kondora István polgármester, köszöntőt mond Dovos László, a Magyar Fuvolzenei és Mazsorett Szövetség tiszteletbeli elnöke. A fesztivál résztvevői Csepreg, Kapuvár és Sárvár Mazsorett csoportjai. 19 órakor a Sárvári Mazsorett Együttes 25. évi jubileumi showműsora veszi kezdetét a Nádasdivár udvarán. Fellép az együttes valamennyi korosztálya, a Kanona Band és a Sárvári Koncert Fúvó Zenekar. 21 óra 30-tól a Barrio Latino zenekar koncertjével zárul a fesztivál. Kedves nézőink, műsorunkat a továbbiakban és városi programajánlóval folytatjuk. Éjszakai kötélpályázásra invitál mindenkit a Sárvári Kalandpark június 3-án szombaton 20 órától, ami már biztos sötét lesz. A kalandvágyókat forró teával és adrenalinnal fogják majd felmelegíteni a vendéglátók. Amit szükséges elvinni, az csak a sütnivaló, a tüzet helyben adják alá. A kalandpark a normál nyitvatartáson túl ezen a napon 20 órától éjjel 1-ig várja vendégeit. Megnyílt a Nádasdy Ferenc Múzeumban Pajor András fotóművész Európika Szkeptika című kiállítása, amely szeptember 3-áig látogatható. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az elsők között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Új modellekkel bővült a Renault eddigi színes palettája. Megérkezett autószalonunkba az új Renault Scenic és Grand Scenic, amely a teljesen megújult külső mellett számos innovatív vezetéstámogató technológiával is rendelkezik. A klasszikus vonalvezetésű lépcsős hátú Megánnal egészült ki az új Megán család. Az új Megán Grand Coupé harmonikus és elegáns megjelenése magára vonza a tekintetet. Sárvár tradicionális környezete a Postatér lett a helyszíne az idei 5. Flex Futasárvár, Grullasárvár Futó és Görkorcsolya Fesztiválnak május 13-án. A rendezvény óriási érdeklődés mellett zajlott, több mint fél ezren vettek rajta részt. Sportolni jó dolog, akár profi, akár amatőr versenyzőként. Sárvár tradicionális környezetében mindez pedig szinte felidülés volt május 13-án. Az idő igazán kedvezett a sportolni vágyóknak. A verseny hangulatáról nem csak a jó zenék, hanem a sporteszközökről, táplálék kiegészítőkből tartott bemutatók, Németh Gáborral a Fizó edzőterem vezetőjével tartott bemelegítés is gondoskodott. A Flex Futasárvár, Grullasárvár Futó és Görkorcsolya Fesztivált Márti Vadar alpolgármester nyitotta meg, majd elrajtolt a verseny.
A görkorcsolyázók a belvárost kerülték meg két keréken, háromszor 1000 métert gurultak Sárvár utcáin, így valódi versenypályává varázsolták a várost. Dr. Kondora Bálint idén nem versenyzőként vett részt a rendezvényen, idén a futók, görkorcsolyázók biztonságáról gondoskodott. Rájöttem, hogy a két kerék több, mint a nyolc kerék. Tavaly megpróbáltam egy kört teljesíteni görkorcsolyával, ami sikerült is. Bevallom hősies, hogy rettenetesen elfáradtam. Úgyhogy idén nem neveztem ebbe a kategóriába. Viszont Haraszti Zsolti főszervező megkérte a Sárvár Kerékpár Egyletet, hogy vezessük fel a futókat, görkorcsolyázókat, és szívesen jöttünk. Tehát nem csak én képviselem az egyletet, hanem kilenc másik tagja is itt van. Miért jöttél ide erre a fesztiválra? Én helybeli vagyok, és tovább is voltam. És tök jó móka volt, és idén miért maradjak le róla. Talán az időjárás is olyan lesz, hogy alkalmas lesz rá, de bízom benne. És te honnan érkeztél? Én Hegyfaluról, és ugye tavaly hallottunk róla először, és ugye tavaly voltunk először, és idén gondoltuk, hogy miért ne hagyjuk, hogy miért hagyjuk ki. Aztán a hugommal együtt jöttünk, meg ugye a család másik tagjai, apu meg anyu meg ugye futnak, úgyhogy így ilyen családi programnak teljesen jó. A családi 2,5 kilométer, 5 kilométer és 10 kilométeres futótávon próbálhatták ki magukat a versenyzők. A pálya hasonló volt, mint tavaly. A várparkban az óvodás gyerekek rajzai színesítették a pályát, a befutónál pedig a célkapu figyelmeztette a versenyzőket arra, hogy a távot lefutották. A frissítésekről a Tinódi Gimnázium diákjai gondoskodtak, így a meleg időben szinte mindenkinek sikerült a vállalt távot teljesíteni. Sportolni lehet közösségben is. Jó András, a Gurula Sárvár Futa Sárvár sportközösséggel készült fel a versenyre. Rendszeres gyakorisággal futok a Futa Sárvár Gurula Sárvár sportközösséggel minden héten, csütörtökön általában van edzés, illetve hétvégén hosszú távú futás, biciklizés, kerékpározás, kinek mi kedve van hozzá, illetve úszás. Mi a terve a 10 kilométeren idő? 4.45-öt szeretnék kilométeres köröket, vagy hát átlagot futni, aztán majd kiderül. Családdal együtt lenni egy közös családi élmény mindig jó dolog. Így tette ezt Púbrecska Beáta is és családja, akik két pici kislányukkal futottak. Sziasztok lányok! Be tudnátok mutatkozni nekem? Hogy hívnak? Púbróza! Megkérdezhetem anyád, hogy miért indult ezen a versenyen? Nagyon fontos a család, az összetartás és a sport az életünkben, és nagyon jó idő van, és szuper a hangulat. Hányan jöttetek? Elhoztuk a gyerekeket, apát, az unokatesót, és mindenkit a családból, akinek két lába van és futni tud. Mi lesz a következő verseny? Egy fél maraton titokban. A futófesztiválra nem csak Sárvárról érkeztek, hanem a környező településekről is. A kaposi család az 5 kilométeres távon indult. Milyen volt a verseny? Nagyon jó volt. Kivel futottál? Hát egyedül magamban, de apáikkal voltam. Apáik? És melyik távon indultatok? Az 5 kilométeresen mindenki. És az, akkor a család indult, és anyát hol hagytátok? Anyám meg a kisebbi öcsém az nem futott. Ő szurkolt nektek? Igen. De honnan hallottatok a rendezvényről? Hát a családból hallottunk a rendezvényről. Tavaly előtt voltunk kint először. A tavalyit sajnos kihagytuk, mert akkor épp egy családi találkozón vett részt az egész família, úgyhogy idén mindenképpen eljöttünk. Tavaly 2,5 kilométeren, most 5 kilométeren próbálkoztunk, lehet, hogy jövőre 10 lesz. Vannak, akik visszatérőek már erre a rendezvényre, de ugyanolyan lelkesedéssel várják a futást, hiszen céljuk évről évre ugyanaz, nyerni. Elmondjátok, hogy miért vagytok ti zöld pólóban? Hát azért, mert ugye már több éve kapunk ilyen pólókat, aztán... És miért kapjátok ezt a pólót? Hát azért, mert mi több éve itt? Mi voltunk a legtöbb. Mert már több éve már itt voltunk a Futa Sárváron. És ti osztálytársak vagytok? Igen. Akkor ha jól veszem, minél több osztálytárs jön futni? Annál jobb! Annál jobbak vagyunk. Na és ki az osztályfőnököknek? Donni Erős Anikó. Jó, és milyen osztály vagy iskolába jöttetek? Gárdonyi Géza. Hát akkor hajrá Gárdonyi! Hajrá Gárdonyi! Kondora István polgármester néhány évvel ezelőtt már a 12-24 órás futáson kipróbálta magát. Idén a Futa Sárváron célba is ért. Örömét fejezte ki, hogy fél ezren sportoltak ezen a napon.
Nagyon örülök neki, mert nem csak a mai alkalom, hanem a sportnapunk is, ahol különféle sportágokban a gyerekek versenyeztek, illetve versenyek kívül mozogtak. Ez mind azt jelenti, hogy van egy olyan búvó patak, amelyik azt jelenti, hogy előbb-utóbb föltör, tehát mozogni, sportolni mindenkinek szükséges. Ez részben jó időtöltés, egészségvédő, jó program mindenkinek. Már Tivadar alpolgármester a leghosszabb 10 kilométeres távon indult, és szerencsésen célba is ért. Hát ez csodás élmény egyébként. Tehát az, hogy süt a nap, és hogy mindenki együtt van. Ugye én szoktam futni elég sokat, akkor mindig egyedül vagyok. És ebben meg az a jó, hogy annyi ember, vagy szinte futás közben kezet lehet fogni az emberek. Ez olyan csodálatos dolog. Szóval szerintem tettünk ma megint egy lépést a sportos élet érdekében. A siker nem maradt el, hiszen mindenki önmagát győzte le a kiválasztott távjában. Célba érkezés után mindenki egy oklevéllel térhetett haza, a helyezettek pedig éremmel, kupával. A díjkiosztó után a szponzoroknak köszönhetően tombola nyereménnyel térhettek haza a szerencsések. Az elégedettség nem csak a versenyzőkön érződött, hanem a főszervezőn is, Haraszti Zsolton. Hát így most már a verseny végén igen nagy élmény, hogy ennyi ember megledegtisztelt bennünk, hogy a meghívásunkat elfogadta, és az 5. Flex Futasárvár, Gurulasárváron megjelent. Hát most már így a verseny végén ugye lekerül a versenyszervezőkről a teher, és így már nagyon jó érzés, de azért az utolsó 2 hét munkája az azért sok-sok álmatlan éjszakát okozott, de a végére mindig mindenki egyenesedik, és ezt a sok versenyzőt és ezt a sok fiatalt, időset együtt látni itt a főtéren, azt hiszem mindenért kárpótol. Nagyon sok szponzor volt. Minek köszönhető? Hogy jó időpontban van ez a verseny, ma is jó időt kaptunk, jó helyszínen van a verseny, és titkon remélem azt, hogy jó szervezésű verseny, tehát mindenki megtalálja azt az örömöt, azt a pár pozitív pillanatot, amit verseny közben és verseny után és verseny alatt átér, és ezért talán szívesen jönnek hozzánk, és ezért is csináljuk minden évben. Ezen a napon minden résztvevő, kicsi vagy nagy, de elmondhatta magáról, hogy egy lépést tett a sportos élet felé, legyen az profi vagy amatőr sportkedvelő. A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola csapata lett a Kerékpáros Iskola Kupa országos bajnoka. A 25. Kerékpáros Iskola Kupa országos döntőjét a Vasmegyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezte meg, a házigazda Sárvár városa volt. A 25. kerékpáros iskolakupa országos döntőjét a Parkin Hotelben tartották, ahol a 19 megyéből és Budapestről érkezett 2 fős csapatok gyülekeztek. Oberling József rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy ezen a versenyen mindenki győztes, hiszen mindenki megtanulta a helyes közlekedés szabályait. Kondora István, Sárvárváros polgármestere, a verseny védnökeként köszönhette a területi fordulókon legjobban teljesített versenyzőket. Köztük a Vasmegyét képviselő Nádasdis diákokat, Horváth Emma Noémit és Szabó Botondot. Köszönetet mondott Hannus Attila tanár úr több évtizedes felkészítő munkájáért is. A fiatalok az első versenynap délutánján egy 25 kérdésből álló tesztlap kitöltésével bizonyíthatták, hogy elsajátították a közlekedés szabályait. Ezt követően a helyi fürdőben pihenhették ki a nap fáradalmait, és készülhettek a gyakorlati megmérettetésre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megyében is egy országos rendezvényt tudjanak megszervezni, hiszen ezt a rendezvényt az Országos Rendőrfőkapitányság hirdette meg, és Vasmegyei Főkapitányságot bízta meg annak a megszervezésével. Nagyon örülünk neki, hogy Sárvár városa lehet ennek a rendezvénynek a házigazdája. Mi a jelentősége ennek a versenynek, miért fontos a rendőrség számára, illetve miért lehet fontos a gyermekek számára? Fontos, hogy a gyermekek minél korábban megtanulják a közlekedési szabályokat, azokkal tisztában legyenek. Akik itt vannak a versenyen, azok már bizonyítottak egyszer, hiszen a megyei selejtezőkön ők voltak a legjobbak, és most közülük kell kikerülni az ország legjobbjának. A verseny második napján a diákoknak egy a Vasmegyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által felállított ügyességi pályán kellett végigkerekezniük, majd a szabályossági versenyelemet Sárvár belvárosában oldották meg. A verseny megkezdése előtt az ügyességi pálya elemeit, így többek között a szlalom, a billenőpadló, a körforgó, vagy a szűkülő folyosó és azok teljesítésének sorrendjét Németh Rebeka, a Sárvári Általános Iskola tanulója mutatta be a résztvevőknek. A 8. osztályos diáklány előtt nem ismeretlen a verseny, hiszen a korábbi években maga is rajthoz állt, és nem egyszer az ország legjobbjának bizonyult.
A szabályossági útvonalat Sárvár belvárosában alakították ki, ahol a versenyzőknek a mögöttük szolgálati személygépkocsiban tartózkodó vizsgabiztos utasításai szerint kellett haladniuk 15 percen keresztül. A pontozásnál szempont volt, hogy a fiatal mennyire tud együtt élni a forgalommal, és közben ismeri-e többek között a párhuzamos közlekedés szabályait, megfelelően tud-e sávot váltani, vagy éppen miként közlekedik egy egyenrangú útkereszteződéshez érve. A versenyzők mindegyike balesetmentesen tudása legjavát nyújtva, sportszerűen teljesítette a feladatokat, így nagy izgalommal várták a verseny harmadik napján az eredményhirdetést. Kis Csaba rendőralezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának vezetője köszönte meg a diákokat felkészítők aktív szerepvállalását, az indulóknak pedig a sportszerű versenyzést, majd gratulált az eredményes szereplésükhöz. A pontszámok összesítését követően három kategóriában díjazták a legjobbakat, és ezen kívül számos külön díj is gazdára talált. Egyéni összetettben első helyezést ért el a lányoknál Bukta Simonetta Heves megyéből. Második helyezett lett a Nádasdi iskola diákja, Horváth Emma Noémi Vas megyéből. A fiúknál első helyezett lett Pozsga János Hajdú-Bihar megyéből, a második helyezett Szabó Botond Vas megyéből. Csapatban első helyen végzett a Vas megyei duó. A fiataloknak, valamint felkészítőiknek, Hannos Attila tanárúrnak és Kovács Vanda rendőralezredesnek Kondora István polgármester adta át az elismerést. A diákokra és felkészítőikre a Sárvári Nádasdi Tamás általános iskola igazgatója, Lakat Attila is nagyon büszke. Nagyon nagy munka volt a gyerekek és a felkészítő pedagógus részéről. Nagyon sokat gyakoroltak, nagyon sokat készültek, és a sok munkának megvan az eredménye, hiszen 2 második helyezést szereztünk, illetve csapatban pedig országos elsők lettek a tanítványaink. Nagyon boldog vagyok és büszke vagyok rájuk. Miért tartják fontosnak az iskolában, hogy ezt a kerékpáros versenyt, a kerékpáros ismereteket oktassák a gyerekeknek? Szerintem a gyerekek felkészítése a felnőtt korra, meg így 8. táján, már 8. osztály táján nagyon fontos, hiszen olyan a motorizáció, olyan a közlekedés, nem csak Sárváron, hanem az egész országban, hogy nagyon fontos, hogy a közlekedési ismeretekkel tisztában legyenek, tudják alkalmazni, tudjanak preventívek lenni, és a helyzeteket fel tudják dolgozni. Horváth Emma Noémi nagyon örült az egyéniben elért második helyezésnek, és annak, hogy csapatban országos bajnokok lettek Szabó Botonddal a 25. kerékpáros iskolakupán. Ez nem is sikerült volna a felkészítő tanárunk, Hannos Attila bácsi, mert nagyon sokat foglalkozik velünk ezért, és mi a Kreszt elsőbe kezdtük, mindenki jelentkezhetett egyénileg, és azóta folyamatosan lapokat csinálunk, biciklizünk akadálypályákon, és gyakorlunk a versenyekre. Én eredményes, igazából 6. lettem elsőként, Baján a kiamester kerékem versenyen, onnan jutottam ki Bécsbe, a nemzetközire, nem csak mi, hanem a Nádasdi Tamás általános iskola többi tanuló is remekel ebbe a kereszt versenyekbe, és nem tudom, hát én nagyon szeretem csinálni, és szerintem fontos is ugye a közlekedés szempontjából. Szabó Botond elárulta, hogy nagyon szerettek volna itthon, a hazájukban országos bajnokok lenni Emmával, és ez most sikerült is. A verseny szervezése szerintem kitűnő volt, nehézségileg azt mondanám, hogy kellően nehéz volt. Pont annyira volt nehéz, hogy ne legyen senkinek se hibátlan, és összességében szoros versenyt érjünk el ezzel. Tehát pontokon múlott, minimális pontszámokon múlottak az első, második és a harmadik helyezettek. Nem ez az első sikered, van már kerékpáros verseny múltad. Mikor kezdtél ezzel foglalkozni, milyen eredményeid vannak? Egészen kiskorom óta mondhatni, amióta általános iskolás vagyok, a tanár úr felkarolt, nem tudom, mit látott bennem, de azóta is sikereket érünk el együtt és a csapattal is. Összességében az első komoly sikerem az 4. osztályban volt, amikor Győrben szintén csapatban elsők, egyéniben másodikak lettünk a társammal, Németh Rebekával. Aztán jött az 5. osztály, amikor Montenegróba látogathattam el egy Európa-bajnokságra, köszönhetően Attila bácsinak a felkészítésének.
és aztán most egy komolyabb siker volt Gyulán, harmadikak lettünk csapatban, másodikak, tavaly Miskolcon egy kicsit nem várt eredmény született, kicsit elrontottuk, és idén újra felállhattunk a dobogódák tetejére Vas megyeiként. Emma és Botond is végzős diákok az általános iskolában, de a jövőben sem szeretnének elszakadni a kerékpáros sporttól és a versenyzéstől. Tovább tart a Sárvár FC tavaszi élethalál harca az NB3-as bennmaradásért. A csapat a legutóbbi fordulóban a Gyirmót ellen Zsinórban a negyedik győzelmére készült. A mérkőzést a sárvári származású, egykori első osztályú labdarúgó, ifjabb Nagy László által edzett vendégek kezdték aktívabban. Az első 10 percben két kisebb zicserük is akadt. Gólt mégis a roppant szervezetten, tudatosan és fegyelmezetten játszó hazai csapat szerzett. A 12. percben az előretörő Marácit szerelték szabálytalanul a vendégkaputól 18 méterre. A szabadrúgást maga sértett végezte el, aki a szétnyíló sorfal között lőtt a kapu bal oldalába. 1-0. Ezt követően változatos, hullámzó küzdelmet láthatott a másfél száz néző. Mindkét oldalon adódtak kisebb lehetőségek, az első játékrész legnagyobb zicserét pedig Bezdi hagyta ki a 37. percben. Remek kiugratást követően kissé kisodródva, balról az ötös sarkáról lőtt kapura, ám a labda centiméterekkel ugyan, de elkerülte a kaput. Az első 45 perc egy remek vendégkontrával, illetve Horváth Bruno kapus bravúriával zárult. Szünet után gyors góllal nyitott a Sárvár. Nagy Zoltán vezette a labdát, majd 25 méterről lövésre szánta el magát. Nem túl erős, de jól helyezett lövése a vendégek hálóőréről kipattant, a jókor érkező Csákvári pedig közelről passzolt a hálóba. 2-0. A vége előtt nem sokkal Kun 18 méteres, jobb alsó sarokba tartó löketét mentette szögletre a gyirmóti kapus, majd a túloldalon a vendégek házi gólkirályának, Farkasnak a próbálkozását hárította Horváth Bruno, így maradt a teljesen megérdemelt 2-0-ás sárvári győzelem. Nagyon szervezetten, olyan célfutballt játszva, de szervezetten és nagyon jól tartotta itthon a 3 pontot a Sárvár FC. Jól láttam? Hát igen, most már az utolsó időszakban úgy gondolom, hogy mindenki a helyén van, illetve azt elmondhatom, hogy még a cserejátékosok is, akik belépnek a sérültek helyé, azok is megfelelően tudják pótolni a kimaradókat. Tehát magyarul a csapategység kialakítása az nagyon fontos volt, illetve a taktikában is már, tehát ott tartunk, hogy most már a meccs megnyerése a fő cél. De ez az első pillanattól látszott szerintem a mai meccsen is, mert egy nagyon határozott, szervezett, tudatos futballt láttunk. Köszönjük, hogyha így látjátok. Igen, hál' Istennek többen dicsérnek, múltkor pont a Puskásnak az egyik játékosa dicsért, hogy milyen szervezetten játszunk. Hát a mai futballban, hogyha nem szervezetten játszunk, problémáink lehetnek, és főleg úgy, hogy mi, ugye nyilván egy kieső helyezett csapat, hogyha ez nem szervezett, akkor elég nagy gond van. Akkor hogyan tovább? Van még két mérkőzés, matematikailag minden elképzelhető. Hát igen, jövő héten Győrbe utazunk, és már mondom a fiúknak, ha Győrbe nyerünk, benn maradtunk, úgyhogy adom nekik a nyomást rendesen. Nyilván nagyon fontos lesz az, hogy mondjuk egy Győr, ha ma megnyerte a bajnokságot, nem tudom, akkor hogyan áll fel, vagy ha nem nyerte meg, akkor hogyan. Nyilván ugye tudjuk, hogy azért osztálykülönbség van a két csapat között, de egy biztos, hogy nem feltartott kézzel fogunk oda sem menni. Óvi sportbajnokságot rendezett a Sárvári Csicsergő óvoda. A három csapat részvételével lezajlott sportrendezvényt megtisztelte jelenlétével a sportolók és a város vezetői mellett dr. Molnár Andrea, az Óvi Sport Közhasznú Alapítvány kuratórium elnöke is. A Sárvári Csicsergő óvoda udvarán gyermekek és felnőttek gyülekeztek az Óvi Sportbajnokság megnyitóján. A sárvári óvodások mellett Szombathelyről a Barátság úti óvoda, Vépről pedig a Vadvirág óvoda gyermekei vettek részt a versenyen. A megjelenteket elsőként Stíber Józsefné óvodavezető köszöntötte. Sárvár mozdulj programjához is kapcsolódik a mai kis rendezvényünk. Az álmom az valóban valamikor úgy szólt, hogy itt legyen jelen, múlt, jelen és jövő. A múltat képviselik Haladás NB1-es játékosai, Király Gábor édesapja, Király Ferenc, Halmosi Péter válogatott labdarúgó édesapja, Halmosi Zoltán, és Hegedűs Péter, a Szombathelyi Haladás labdarúgó kapusa. Ők a múltat képviselik,
Aztán itt lesz a jelen is a Sárvári FC U19-es csapatának képviseletében négy játékos és az edzőjük Jó András. És hát az apróságok meg a jövőt. Ma nagyon lelkes vasmegyei óvodások érkeznek hozzánk, ahol már szintén műfüves pályával rendelkeznek az óvodák. Márti Vadar alpolgármester megnyitó beszédében örömének adott hangot, hogy tavaly az Európa-bajnokság nyitónapján átadott óvodai műfüves pályán idén már versenyt rendezhetnek. A beszédek után rövid bemelegítés következett, majd kezdetét vette az Ovisport bajnokság, amelyet megtisztelt jelenlétével dr. Molnár Andrea, az Ovisport közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke, hiszen a szervezet és az önkormányzat támogatásának köszönhetően épülhetett meg a műfüves pálya a Csicsergő óvodában. Jelen pillanatban ebben a megyében 12 ovifoci pálya lesz Szombathelyen, ezen kívül van még Sárváron és Vépen a megyében. És Sárvár is beadott egy pályázatot, de az már a következő évről szól, az idén nem kerül még kivitelezésre. Országos szinten mennyire értékeli sikeresnek ezt a programot? A program óriási sikernek örvend, nemrég Szombathelyen adtuk át a 200. Ovisport pályát, és folyamatosan haladunk a pályátadó ünnepséggel. Szombathelyen ma is éppen pályátadó ünnepség lesz, a 203. Ovisport pályát adjuk át. Az Ovis bajnokságon a Sárvár FC U19-es csapatának tagjai rövid bemutatót is tartottak az óvoda udvarán, a Csicsergő óvoda vezetőjének meghívására. A labdarúgás az nekem már gyerekkoromban ott volt az életemben, hiszen sportházasságban születtem, édesapám is hosszú ideig labdarúgó volt, és NB1-es labdarúgó, aztán utána edzőként tevékenykedett, majd a Vasmegyei Labdarúgó Szövetség főtitkáraként ment nyugdíjba. És hát a négy gyermekem is, és férjem is követte a mindennapokba a labdarúgás szeretete. És talán a családunk, meg mondhatom talán, hogy Sárvár büszkesége is, gyermekem Stieber Zoltán válogatott labdarúgó. Az óvodások bajnokságát a meghívott egykori labdarúgók is figyelemmel kísérték. Halmosi Zoltán a haladás játékosa volt, 11-szeres válogatott, akinek a fia Péter is a haladásban focizik. Nagyon örülök, hogy ma kicsi korban elkezdik itt a gyerekeknek, meg hogy építik a pályákat, az egy óriási dolognak tartom, hogy országszerte építik mindenhol, kis falukban és nagyobb helyeken is ilyen kis óvodás pályákat, ez nagyon jó, mert gyakorlatilag a gyerekeknek kis korban kell elkezdeni, hogy felépüljenek, mire nagyok lesznek, arra megszállás, most még meg kell szállítani, akkor később meg majd kialakulnak a dolgok. Azt gondolom, hogy a tavalyi esztendő nagyon jót tett a magyar focinak az Európa-bajnokság. Hogy látja most a magyar futball helyzetét? Megmondom őszintén, a tavalyi év nagyon jó volt. Nem olyan rossz a magyar futball, mint amilyennek. Hogy mondják, az az igazság, hogy ez egy nagy dolog volt. Nagyon nagy dolog most az útidejárteseknek a jó szereplése. Az az igazság, én mindig optimista voltam, meg az is maradok, mert a futball azt én nagy hatalomnak tartom, de a jövedékből az is. Az Ovisportbajnokság végén egy csapat sem távozott érem nélkül, hiszen mindenki kiérdemelte a teljesítményével az elismerést. Rövid sporthírekkel folytatjuk. A Diákolimpia Atlétika Többpróba csapatverseny Szombathelyen megrendezett megyei döntőjében a második korcsoportos Nádasdi Leány csapat első helyezést szerzett. Csapattagok Kampel Eszter, Szalai Luca, Takács Réka, Rozmán Nikolett, Süle Réka, Szlámer Réka. A Többpróba egyéni összetett verseny győztese Kampel Eszter lett, a harmadik helyezettje pedig Szalai Luca. Az országos döntőre Székesfehérváron kerül sor. A csapat felkészítője Máté Csaba volt. A Diákolimpia Atlétika egyéni versenyeken 3 érmet szereztek a Nádasdi iskola versenyzői. Kislabdahajításban a harmadik korcsoportos Takács Kornélia bronzérmet, 1500 méteres futásban Szabó Botond ezüstérmet, Tóth Dávid bronzérmet nyert. A versenyzők felkészítője szintén Máté Csaba volt. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Az önkormányzati cégek mérlegbeszámolóit egyhangú döntéssel fogadták el a májusi testületi ülésen. A helyi önkormányzat működésével ismerkedett cseh testvérvárosunk delegációja Sárváron. Az ápolók nemzetközi napja alkalmából rendezett ünnepséget a Sárvári járási hivatal a Városháza nagytermében. Mozgás, művészet, lélek címmel nyílt meg a Sárvári Csicsergő óvodában Vince András fotókiállítása.
Június 2-án és 3-án 10. alkalommal rendeznek országos mazsolett fesztivált városunkban. A Postatér lett a helyszíne az idei 5. Flex Futasárvár Brunasárvár Futó és Görkorcsolya Fesztiválnak. A sárvári Nádasdy Tamás általános iskola csapata lett a kerékpáros iskola kupa országos bajnoka. A Sárvár FC a legutóbbi fordulóban a Gyirmót ellen zsinórban a 4. győzelmét aratta. Óvi sportbajnokságot rendezett a sárvári Csicsergő óvoda 3 csapat részvételével. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk május 27-i adását látták. Új pénteki mozaikkal június 2-án jelentkezünk, amelyben vendégünk lesz dr. Borovics Attila, az ERTI főigazgatója. Új közéleti magazinnal pedig június 3-án jelentkezünk majd. Műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n. Kövessenek bennünket a Facebookon is, ne feledjék rádióikat a 96.5-re, a Sárvár Rádióra hangolni. A viszontlátásra!